Mint arról már korábban beszámoltunk, dr. Völner Pál országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztése kapcsán közzétett jegyzőkönyvből kiderül, Ceglédi végrehajtó is érintett a hivatali vesztegetés ügyében. Hidadónk ezzel kapcsolatban megkereste a legfelsőbb ügyészséget, hogy nyilvánosságra hozható-e a Ceglédi végrehajtó neve, hiszen elindultak a találgatások a közösségi oldalakon is, és a sajtóban is, miszerint Dr. V. Leventéről van szó. Továbbá arról is kérdeztük a legfelsőbb ügyészséget, hogy hogyan érinti a ceglédi végrehajtóhoz tartozó ügyek menetét az érintett ügyfeleket a vizsgálat és a várható eljárás. Kérdéseinkre a következő választ kaptuk. Az ügyben a legfőbb ügyészség által kiadott sajtóközleményben foglaltakon további adat jelenleg nem közölhető. A nyilvánosság részére az ügyészségi nyomozás esetében kizárólag a büntető eljárás megindításával kapcsolatban hozott ügyészi döntésekről, a kényszerintézkedésekről, az eljárási cselekményekről és a vádemelésről adható felvilágosítás. Erre tekintettel a folyamatban lévő nyomozásban a tényállás részleteiről, a bizonyítékok megjelöléséről és értékeléséről nem adható tájékoztatás, és eddigi gyakorlatnak megfelelően a büntető eljárás egyes szereplőinek beazonosítását eredményező adatokat sem közölnek, így a kérdésekre válasz nem adható.